Hello mindenkinek, üdv újra a csatornámon, én Fanni vagyok. Mára hoztam nektek egy pár érdekes török szokást, ami számomra abszolút nagyon eltérő volt az otthoniakhoz képest. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ti hasonló szokásokat véltetek-e otthon felfedezni, vagy bárhol máshol a világban, vagy tényleg ezek tipikus török szokások-e. Ha érdekel ez a téma, tarts velem! Az első ilyen szembetűnő furcsaság számomra az volt, hogy ők a lakásba nem lépnek be cipővel. Szóval a küszöb előtt ők leveszik a cipőjüket, és már mezik láb, vagy ugye papucsba bújva lépnek be a lakásba, szóval az előszobában sem cserélik át a cipőjüket, nem lépnek be egyáltalán, és nagyon érdekes, de amikor például bemész egy apartmanba, vagy egy bérházba, akkor minden emeleten, minden ajtó előtt biztos, hogy egy jó pár cipő fel fog sorakozni, hiszen ők ott hagynák ki, és sokszor ott is tárolják. Nem szokták ellopni a cipőt. Eleinte nagyon furán éreztem magam, hogy most akkor kint hagyjuk, biztos, nem lesz probléma, nem fogják ellopni, és nem, itt tényleg szerintem nagyon ritka, talán ezerből, hogyha egy olyan eset van, hogy mondjuk valaki pórójára és ellopják a cipőjét a saját lakása elől. A következő, amit már egyből a belépés után, tehát amikor már túljutottunk a küszöbben, amikor már beléptünk a lakásba, akkor tapasztalhatjuk, hogyha például a vendégségbe megyünk, akkor mindenképpen papucsot fognak nekünk felajánlani, hogy felvennénk-e. És nagyon érdekes, mert körülbelül 8-10 pár papucs, biztos női, férfi, házi papucs, ez biztos, hogy van egy háztartásban. Ez furcsa, de ők fenntartanak papucsokat azért, hogyha jönnek vendégek, akkor illik nekik adni, vagy hogy nem tudom igazából, hogy komfortosan jobban érezzék magukat a bőrükbe, ne fázzanak esetleg. A fázásról jut eszembe, hogy ez is már a harmadik nagyon furcsa szokásuk, hogy ők nagyon félnek a hidegtől. Azt vettem észre, hogy ők nagyon óvják magukat, a gyereküket, még a széltől is. Jaj, kislányom, ne mászkálj mezitláb, mert ha mezitláb mászkálsz, akkor felfázol, menni fog a hasad. Ők ebben nagyon hisznek, hogyha megfázol, akkor mehet a hasad, és hányhatsz. Nem tudom, hogy van-e ilyen valóban. Én ilyet még otthon soha nem tapasztaltam, nekem ilyet még otthon senki nem mondott, hogy a megfázás az okozhat hányást vagy hasmenést. Szerintem sokszor már nagyon túlzásokba esve próbálják megelőzni a megfázást. Azért az ország nagyon nagy részében nem olyan hideg a tél, ami számomra még olyan furcsa, hogy ők szeretnek nagyon mézes-mázosan beszélni, és nagyon sokszor már olyan kisgyerekek is olyan komoly kifejezéseket használnak, amit egyszerűen olyan furcsának tartok, és rengetegszer viszik bele Istent a beszédjükbe. Tehát például Isten hozott, Isten nyugasztaljon, Isten kísér utadat, ha Isten is úgy akarja, stb. Stb. És ez egy teljesen hétköznapi beszélgetésben, egy 5 éves szájából nagyon fura, egy tinédzser szájából is szerintem nagyon fura. És itt hoznék fel egy olyan szokásokat, ami számomra tényleg ilyen elképzelhetetlen volt, felfoghatatlan, nem értettem, nem tudtam, hogy ez miért jó. Ők használják azt a kifejezésüket, mint itt az istenezésre visszatérve, hogy Inshallah, ami szintén azt jelenti, hogy ha Isten is úgy akarja. És rengetegszer tapasztaltam azt, hogy az egyenes beszéd helyett inkább ezt a szót használják, és akkor ezzel el van intézve, mert ezzel igazából se igent, sem nemet nem mond egy eldöntendő kérdésedre. És akkor így nézel, hogy akkor igen, vagy nem. Tehát akkor döntsd el, akkor köteleződj el, akkor én nyilván azt szerint készülök, ne játsszuk egymás idejével, ugye? Azért mi magyarok szerintem nagyon szeretjük beosztani az időnket, pontosan tudni, mikor, hol, hánykor, tehát mi azért szerintem nagyon pontosak vagyunk. Egyébként ezt rengeteg szerint megkaptam, hogy ő sokkal lazábbak. Ha valami 7 óra, akkor nekik az még 7-20 is bőven beleférne. Hát mi olyanok vagyunk, hogy mi inkább 6-55-kor ott vagyunk, csak a hétre tuti, hogy ott legyünk. És ők valahogy ezekben a dolgokban sokkal lazábbak, ami nekem nem volt igazán szimpatikus, megmondom őszintén, hiszen én tényleg szeretem egy eldöntendő kérdésre megkapni azt, hogy igen vagy nem. És nagyon sokszor rá kellett kérdeznem, és még akkor sem köteleződött el, és mondta azt, hogy igen, ott leszek, rendben, figyelj, csináljuk, menjünk, vagy nem, ne haragudj, nem megyek, vagy nem jövök, vagy bármi. Akár indok nélkül is, de csak egy nemet nem szeretnek úgy határozottan oda mondani, szerintük az illetlen. Hát szerintünk meg pont az illetlen, hogyha a másikat úgymond hitegetjük, nem mondjuk meg őszintén, és akkor végül úgy is az lesz, hogy nem.
forgalmat magát, nyilván nem említhetem a szokások között, viszont a vezetési stílusukat abszolút, nagyon rossz szokásaik vannak, például, hogy nem indexelnek. Ritka az, aki tényleg indexel, betartja a szabályokat, már egy éve vezetek itt körülbelül, így szereztem a jogosítványomat. Hát, megmondom őszintén, hogy eleinte nem mertem sose egyedül vezetni, most már merek mindenhova, elmerek menni egyedül, viszont voltak durva helyzetek, most nem akarok itt senkit megijeszteni, de nagyon-nagyon-nagyon észnél kell lenni, és nagyon kell figyelni, mert itt bármikor bármi megtörténhet a forgalomban. Van egy olyan érdekes gesztusuk, ami valahogy így hangzik, és így néz ki, hogy tehát céznek, én ezt csak így tudom magyarosítani, hogy egy ilyen érdekes, hát már majdnem csak, hogy meghúzza a vállát, szerintem nálunk van ilyen, hogy így cöngetünk valamire. Náluk ez konkrétan azt jelenti, hogy nem. Szóval, amikor kérdezel valamit, és mondjuk egy barátod, vagy közül, most nyilván a főnökének senki nem lök, gondolom, egy ilyet oda, de így bólintanak rá, hogy igazából nem. Tehát ezt próbálja valahol ez a gesztus kifejezni, de nagyon összezavart engem, amikor ugye egy ilyen bólintás társul hozzá, ergo én úgy vettem, hogy ez egy végülis igenis lehetne, de ugye azzal, hogy így célzett hozzá, akkor azért rájön az ember, hogy itt akkor ez mégsem annyira pozitív visszajelzésem, nyilván akkor ez egy ilyen nem elér fel, és ez valóban így van, ez a fura szokásuk, hogy ami eléggé összezavarhatja az embert, főleg, hogyha először találkozik ilyen gesztussal. Az utolsó szokás, amit megemlítenék nektek, az a híres neves török üzletelés, az alkudozás. Biztos mindenki hallott már a bazárokról, hogy mennyire híresek a török bazárok, vagy jártatok már itt, és akkor láthattátok, hogy tényleg milyen energiák vannak ott, és milyen hevesen tudnak ugye üzletelni, alkudozni, és egyébként a piacokon is állandóan ordítanak, hogy 5 lira, 4 lira, 3 lira, és én eleinte nagyon-nagyon megijedtem, hogy jó, hát miért kiabálnak, de tényleg ilyen felhangon ordítanak a kofák, a piaci kofák, hogy hol olcsóbb a zöldség, gyümölcs, mi az akciós, próbáljuk ugye oda csalni a vevőt, és nagyon érdekes taktika egyébként. Ugye nálunk még valahol még szó szerint zene is szól a piacokon, és teljesen sűrű csönd van, és mindenki úgy szépen vásárolgat. Hát itt nem így van, és tényleg először így megijedtem, hogy úristen, ez az ember miért ordibál, de tényleg így rám néz és ordít. Úgyhogy érdekes szokás. Az üzletelésre visszatérve, hogy alkudozni lehet ugye a nagy bazárokba, vásárokba, piacokon, az abszolút el is várt úgymond, mert ő valamivel feljebb árazza, és akkor ugye mivel te úgyis próbálod lealkudni, akkor mindig szoktak elengedni valamennyit az árból. Ugye nekik ez egy nagyon szép gesztus végül is, és a vásárló is tök elégedett, hogy hú, de jó, olcsóban jutottam valamihez. Viszont nyilván a boltokba, plázákba, üzletekbe minden fix áron van, ott nyilván az alkudozás szóba se jöhet. Írjátok meg nekem kommentben, hogy jártatok-e már Törökországban, ha igen, akkor hol? És véltetek-e ti is felfedezni ilyen érdekes szokásokat, hogyha igen, akkor mégis mi volt az? Ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy elnyerte a tetszéseteket, hogyha így van, akkor kérlek, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek meg, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!